Egy lányom van, Bécsben élünk, ugye, akinek még kevesebb fogalma van arról, hogy mi volt ez az ország, és hogy mi volt az én szülőhazám Erdély. Szeretném ezt elsősorban azért rögzíteni, hogy ő is tudja azt, amit én még tudok, amire én még emlékezem, és hogy ő is továbbadja ezeket a dolgokat, hogy ne sikkadjon el a múlt, ne vesszen el valamiben, mint egy sivatagban elindult folyó, amelyik lassan ugye kiszárad, és nyoma sem marad annak, hogy hát tulajdonképpen honnan és hová, merre felé megyünk. Mindig azt, attól félt, hogy nem fog velem pont ugyanazt csinálni, mint a fiatal apák, de sokkal jobbakat csinál. A fiataloknak a szolidaritása, hiszen ők is tudták, hogy ami készül, az valami más lesz, az valamiképpen a jövőben az ő filmjük is lesz, profitálni fognak. Megszületett egy kölcsön lehetőség, és azon kívül a úgynevezett stábtagok és a főszereplők, Szellai Görbe, Bihari Jóska hajlamosak voltak ingyen dolgozni. Az óvóhelyen, gyertyafénynél és aknarobbanás között terveztem az egész magyar filmnek a reformját, a vízióját. Az volt az elképzelésem, hogy ha kilépünk erre a szörnyű senki földjére, amit most csak romok jeleznek, egészen új emberekkel, főleg fiatalokkal egy új magyar művészi filmgyártást fogunk tudni elkezdeni. Pontosan megvoltak az elképzeléseim az utánpótlás neveléséről, egy filmakadémia szervezetéről, felállításáról. Úgyhogy amikor én ezzel a röpirattal jelentkeztem, a saját zsebemből fizettem ki. Most már engedékenyebb voltam a cenzúra kívánságával. Mindenképpen meg akartam csinálni a filmet, mert bár az első világháborúban játszódik le, nagyon azonos a mondani valója. A hadifoglyok épp úgy drót mögül figyelik a vándormadaraknak az ékét, a hazafelé húzását, mint ahogy most is közel 200 ezeren vannak drót mögül. 1957. augusztusában, amikor kint voltam Velencében, és megnyílt előttem a világ, hát úgy éreztem, hogy 15 évre kell megint várjak, amíg még egyszer Velencébe jöhetek. Ha nem egy körülkerített ország várt volna, és nem egy megtorlás lehetősége, nem kellett volna nekem hazát cserélni, útlevelet cserélni, állampolgárságot cserélni, 7 évig nem visszajönni Magyarországra, még látogatóban sem. Ebben a házban lakott édesapám, a hálószoba ablakából imádta nézni a Mária Kisváde templom tornyát, hallgatta a harangokat, ott föltem. Ezt a helyet nagyon imádta is. Nagyon gyakran itt üldögéltünk és nézelődtünk. És itt nem csak a szép épületeket figyeltük, hanem az embereket is néztük. Szerette az embereket nézni. Embereket gyűjtött, karaktereket gyűjtött. Ha itt valaki elsétál, akkor mindjárt mondja, ennek jó arca van, ennek rossz arca van. Nézd, hogy ez hogy néz. Érdekes, honnan jöhet. Apám mindig, mindenhol motivumokat látott. Túl sokra becsültem a filmnek az erejét, a morális hatását, inkább félrehúzottam egy bizonyos passzivitásba. Most ennek a passzivitásnak megvolt az a látszólagos vagy vélt mondjuk előnye, hogyha megnézem a régi filmjeimet vagy a régi filmterveimet, akkor szégyenkezhetek technikai vagy művészeti hibáitól vagy fogyatékosságaitól, de vállalom azoknak az erkölcsi tartalmát és mondani valóját.